Én nem az alapján fogom eldönteni, hogy milyen programot és milyen jövőt kínálok Budapestnek, hogy a budapestiek ezt vajon szeretnék-e, és akkor én ezt így megméretem valami intézettel, hogy na akkor ezt szeretnék-e, és hogyha szeretnék, akkor én kiállok és azt mondom, hogy hát én ezt elhozom nekik. De ha nem szeretnék, hát akkor majd kitalálunk valami mást, amit szeretnének. Ha a fővárosiak nem akarnak sétáló Budapestet, akkor mégiscsak arról van szó, hogy egy olyan programpontot nyomlana a torkukon, ami már szintén egy önkény, nem? Tehát önkényesen ön valamit le akar rajtuk nyomni, én amit nem szeretnének. Nem akarom megcsinálni a sétáló Budapest programját, ha az emberek nem szavazzák meg. Én akkor akarom megcsinálni, ha az emberek megszavazzák. Én ugyan nem akarok önkényeskedni, nem akarok az emberek rákényszeríteni semmit, amit ők nem akarnak. Erre az interjúra hogyan érkezett? Autóval, sétálva, kerékpárral, milyen módon jött ide a helyszínre? Autóval jöttem. Ez beleillik a sétáló Budapest projektjébe? Mi, hogy nem, hogy most el kéne adnom az autómat azért, mert én egy olyan programot kínálok a budapestieknek, ami autómentesítené a belső városrészt. Most, hogy jön ez ehhez? Tehát én nem is értem. Most egy reality show hősét kéne előadnom, aki most így lerakja az autót, mert most az egyéves kampány erejéig úgy fog csinálni, mint aki egy ilyen zöld figura, egy ilyen zöld alternatív alulról jövő, nem tudom, és ezt a hazugságot kéne nekem legyártanom önmagamból? Ez volna a feladatom, mert a politikusok mind így csinálják. Mert egy autómentes programhoz egy autómentes jelölt kell, ugye? Mert ez így működik. Én meg nem hiszek ebbe, hogy így működik, és nem hiszek a politikai hazugságokban. És nem hiszek abban, hogy egy marketingesnek kéne legyártania engem a kampányhoz. És nem hiszek abban, hogy le kéne raknom az autómat, hogy hitelesebbnek tűnjön a programom. Hogyha a programom kell a budapestieknek, akkor válasszák a budapestiek a programomat. A programommal házalok, nem az életmódommal. Puzsér Róberttől természetesen azt is megkérdeztük, hogy mely ellenzéki pártok támogatását várja, kiknek a logóját tűzni a szórólapjaira. Én nem várom el tőlük egyáltalán, hogy engem támogassanak. Én, ha elvárok valamit, akkor az, hogy gravitáljanak a centrumba. De ha ők találnak egy nálam jobb centrum jelöltet, meg egy nálam jobb centrum programot kínáló jelöltet. Én tökéletesen el fogom fogadni a választásukat. De a centrum jelölt semmiképpen nem lehet Karácsony Gergely vagy Horváth Csaba. Tehát ők alkalmatlanok erre, hogy centrum jelölt. Karácsony Gergely, aki kétszer fogott össze Gyurcsány Ferenccel. Karácsony Gergely, aki az MSZP lélegeztetőgépe. Ő volna centrum jelölt. Ezt... Vagy Horváth Csaba. Tehát, hogy ez... Nem. Tehát, hogy azért nem. Tehát, hogy ők okozták a NERT, ők okozták a fülkeforradalmat 2010-ben. Arra is kíváncsiak voltunk, kire szavazna szívesen Puzsér Róbert, és adott esetben kinek a javára lépne vissza. Hogyha azt látnám, hogy egy Jeszenszky Géza vagy egy Bot Péter Ákos hajlandó az én programomat fölvállalni, és hajlandó indulni a választáson, hogy megméresse magát Tarlós Istvánnal szemben, én készséggel. Puzsér kérdésünkre elárulta, Tarlós Istvánnal nincs baja, sőt 2010 után szerinte sokat fejlődött Budapest. Én azt gondolom, hogy fejlődött. Igen, fejlődött. Feltétlenül. De akkor mi a baja ezzel az egész koncepcióval, vagy magával Tarlós Istvánnal? Képest. Hát most a Demszkihez képest ez a referencia. Demszkihez képest, aki alatt a fővárost, gyakorlatilag a négy évszak, meg a hőingás, meg a csapadék, a természeti erők formálták. És akkor ehhez a Demszkihez képest, igen, ehhez a Demszkihez képest valóban előrelépett Budapest. És akkor ehhez képest jött a Tarlós István, és valóban lett egy hatalmas előrelépés. Az lett az élmény, hogy lett gazdája Budapestnek. Tehát lett egy menedzsment, amelyik tényleg jól menedzseli a városnak az ügyeit. Három villámkérdést tettünk fel az újságírónak. Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc? Ez az a kérdés, amire a legnagyobb hiba válaszolni, és azért tart itt az ország, mert Magyarország népe ezt a rossz dilemmát soha nem utasította vissza, hanem mindig választott. Hát én visszautasítom ezt a rossz dilemmát, mert ez a rossz... Most akarunk még 30 ilyen évet? De rossz aki akar az ezt a rossz dilemmát, ezt tartsa fenn, és válasszon a kettő közül. De rossz dilemma például Tarlós István vagy Demszky Gábor? Ez is egy rossz dilemma? Hogyha ezt kérdezem? Hát lényegesen kevésbé rossz dilemma. Hát sokkal kevésbé rossz dilemma. Ebből a dilemmából, tehát azért Demszky Gábor vagy Tarlós István, ebből a dilemmából azért már tudok választani. Hát ez egy Tarlós István. És a harmadik villámkérdés, Puzsér Róbert vagy Tarlós István? Puzsér Róbert.